Nagy izgalommal, nagy örömmel köszöntök még egyszer mindenkit. A nevem Budainé Orosz Réka, a ma esti webkonferencia háziasszonyaként köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Egy nagyon érdekes témát fogunk ma este hallani. Azt hiszem, hogy ez egy téma csokor, vagy egy több programból álló csokrot állított össze Karesz ma este nekünk, aminek a témája az elválasztási konfliktusokra adott biológiai válaszok a germán gyógytudomány ismeretében. Elsősorban arra keresünk választ, hogy mit jelent az, hogy elválasztási konfliktus, egyáltalán mik ezek a biológiai válaszok, és szeretnénk, hogyha Dióhéjban újra összefoglalnád a germán gyógytudomány alapjait, az öt biológiai természettörvény, egy kicsit beszélné nekünk a germán gyógytudomány atyáról, dr. Rikegert Hammerről. Kedves Karesz, rengeteg kérdés van bennünk, úgyhogy szeretném, hogyha ezt a mai előadást minden kérdésünkre kitérően megválaszolnál. Fogadják Önök is nagy szeretettel dr. Budai László Károlyt, orvos természetgyógyász, életmód tanácsadót és germán gyógytudomány terapeutát. Köszönöm szépen Rékának a bevezető gondolatokat, és tényleg megható a közönségnek a lelkesedése és a várakozása. Hát igyekszünk a várakozásnak megfelelően egy fantasztikus előadást elkészíteni. Jelzem, ez az előadás már tavaly elkészült, de még a tegnapi nap is javítottam rajta. Vagyis került, megpróbálom összeszedni ebben az előadásban azokat a konfliktusokat, amelyeknek a témája az elválasztás. És hogy ez mennyit, hogy ez mit jelent biológiailag, és mit jelent érzelmileg, hát ez kérem szépen egy egészen érdekes dolog. Tehát valami ebben az előadásban nem csak összefoglalásként, hanem a megoldások szintjén is egy másfajta utat is fog mutatni. De kezdjük akkor a germán gyógytudomány atyával, dr. Rikegert Hammerrel. Nézzük meg, hogy kiről is van szó, hiszen a germán gyógytudományt az ő felfedezése, az ő tragédiájának a következménye. Tudjuk, hogy a fia halála okozta, a fia elvesztése az ő heredaganatát, és ennek következtében gondolkodott el Hammer doktor, hogy amíg a fia élt, ugye nem volt semmi, de semmi, betegsége, egészséges emberként élt, és amint a fia elveszett, ugye ez heredaganatot okozott neki, tehát kell legyen valami kapcsolat a heredaganata és a fia elvesztése között. Az első biológiai természettörvény felfedezéséről lenne itt szó, a rákvas törvényéről, ami azt jelenti, hogy mindig egy érzelmi megrázkódtatás áll a dolgok hátterében, amit váratlanul, meglepetésszerűen éltünk meg. És egy nagyon súlyos történetről kell legyen szó, amiben beleragadtunk, és magányosan, elszigetelten éltük meg az egészet. Tehát amikor ez az öt kritérium teljesül, hogy egy érzelmi megrázkódtatás, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen ér minket, és nagyon súlyosan megráz, magányosan éljük meg, és benne ragadunk a konfliktusba, akkor adott minden ahhoz, hogy ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével indítson el bennünk egy szervi választ. A lélek agyszervtengelynek a leírása, Hammer doktornak a műve és a tudományos táblázatban hajszálpontos választ ad minden olyan megrázkódtatásra, olyan váratlan eseményre, félelemre adott szervi válaszra, amit ő a kutatásai során összefoglalt. Mindig a lelki megrázkódtatásnak az agyban lesz egy lenyomata, ezt ne feledjük el, és ezt láthatjuk akkor, amikor a koponyalappal párhuzamos komputertomográf képeket nézzük meg, és ezeket a gócokat megpróbálták műterméknek nevezni, de a Siemens-cég kitért
kikérte magának, és ezt mondta, hogy az ő gépei tökéletesek, tehát ami ott látszik, az ott van. Szóval a lényeg az, hogy ezek a hámeri gócok, ezek igenis láthatók azokon a röntgenfelvételeken, amelyek a koponyalappal párhuzamosan készültek, és kontrasztanyagot a beteg nem kapott. Azt ne feledjük el, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Az első biológiai természettörvénynek a jelentőségét, ha összefoglaljuk, akkor mi derül ki? Kiderül, hogy én magam betegítettem meg magamat, de meggyógyulok, ha megengedem, hogy a biológiai testem rendbe hozza önmagát. Ezt az egyik számomra a legnehezebben elfogadható gyakorlati jelentőségű felismerése volt, hiszen eddig mindig olyan könnyen mutogattam a germánygyógytudomány ismerete előtt, vagy ennek hiányosságában mindig tudtam mutogatni valakire, valamire, vagy a genetikára, vagy a környezetre, de rá kell döbbennünk arra, hogy minden betegség, ha egyáltalán lehet betegségként bármit is említeni, és nem értelmes biológiai külön program, amit mi laikusok betegségnek élünk meg, ezek a mi teremtményeink, tehát mi betegítjük meg önmagunkat, és ugyanígy mi gyógyítjuk meg önmagunkat. Hát ez egy nagyon lényeges dolog. Ez viszont le kell zárnom a napjaimat lelki békével. Tehát megbocsájtok, elengedek, esetleg olyan először megoldhatatlannak tűnő dolgokat, akkor nem alakulnak ki a krónikus betegségeim, mert érzelmi megoldással a sinek is feloldódnak. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy ne tűnjenek olyan megoldhatatlan dolgoknak az életünkben azok a helyzetek, amiket valójában szintén mi teremtünk, cselekedeteink, gondolataink által, és félelmeink és hát nyilván félelmeink által, tehát legfontosabb az lenne, hogy megtaláljam minden napban azt a lelki békét, amivel le tudnám ezt zárni, és hogyha ezt meg tudom tenni, akkor már egy kicsit más szinten tekintem az életem. Minden napnak megvan a maga tanulsága, tapasztalata, és hogyha ezt a hétköznapi rutinnál alakítjuk, akkor feleslegessé tesszük az érzelmi megrázkódtatásokat, és gyakorlatilag így meg sem tudunk betegedni. Hát ez lenne a lényeg. A feleslegessé tenni szóra valószínűleg nagyon sokan felkapták most a fülüket. Hogyan lehetne feleslegessé tenni az érzelmi megrázkódtatásainkat? Mondjuk, ha ezeknek a megrázkódtatásoknak megnéznénk a mögöttes tartalmát, akkor mit találnánk? Bizony szükségleteket, elvárásokat, feltételeket, és ezek mélyen mindegyiknek egy-egy félelem bújik meg. És gyakorlatilag ez a félelem indítja el az újabb programot. Feleslegessé tenni tehát azt jelenti, hogy megtanulok elfogadni, megtanulok megbocsátani, megtanulok szeretni előítéletek és feltételek nélkül. Ez viszont már egy magasabb szintű tudati szintet, vagy egy magasabb tudati szintet jelent. Ezt nagyon jól összefoglaltad, mert ez a megoldás az valójában, ami azután teljes gyógyulást jelent, hiszen hogyha csak kerülöm a sineket, vagyis a konfliktusra emlékeztető körülményeket, vagy kerülöm azt az embert, akinek nem tudok megbocsátani, akkor az azt jelenti, hogy bármikor újraindíthatom magamban a tüneteket. De mielőtt bárki félreérteni, és valamilyen spirituális magyarázatot találna arra, hogy én mindenkit szeretek, én mindenkivel jóba vagyok, én senkinek nem ártok, én folyamatosan azt keresem, hogy hol szolgálhatom az emberiséget, de mégis beteg vagyok, ennek a hátterében is konfliktusok állnak. Én azt gondolom, hogy nem tudnánk olyan embert mutatni, akinek minden egyes pillanata a tökéletes boldogság és harmónia rezgésében telik. Bizony mérgesek vagyunk, szomorkodunk, néha megijedünk, néha félünk. Tehát valójában pontosan ezért kell megismerni a germánygyógytudományt, hogy pontosan tudjunk célirányosan az életünk bizonyos területén javító, szándékú változtatásokat eszközölni. Ez pontosan így van, és hogyha lezárjuk, amit mondtad, a napjainkat békével, akkor igenis elkerüljük a krónikus betegségeket. Ha megtanuljuk azt, hogy egy-egy konfliktusnak mi a tanítása az életünkben, akkor bizony egy magasabb szinten oldjuk meg mindazt, amivel nap mint nap találkozunk.
És igen, ha megismerem a germán gyógytudományt, akkor pontosan tudom irányítani az életemet. Mert ha éppen egy igazságtalanság ér az életben, eldönthetem. Van-e nekem erre energiám, kedvem és időm, hogy szétbontsam mondjuk a nyaki szakaszom, és utána megoldáskor fájdalmakkal küzdjek, vagy inkább elengedem ezt a történetet, és annyit mondok, hogy ez van. Ez van. Vagy megéri-e azt, hogy hülyét csinálok magamból, és agyvérzéssel visznek be a kórházba, vagy még mielőtt ez az egész történet végigfutna bennem, hát kinevetem az egész helyzetet, és az egész agyvérzést, mint olyat, akkor megúsztam. De nézzük tovább, hogy miről szól az öt biológiai törvény. A második törvényben ugye Hammer doktor leírja, hogy minden értelmes biológiai különprogramnak két szakasza van, két fázisban zajlik, ha eljut egyáltalán a program végéig, van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasza. A konfliktus aktív szakasz az, amit mi benne ragadunk a konfliktusban. Most kérem szépen, ez itt a lényeg, hogy mennyire hosszú ez a konfliktus aktív szakasz. Ez heteket, hónapokat, éveket ölel föl, hát akkor ne csodálkozunk, ha a megoldási szakaszban zajosak lesznek a tünetek. Az a konfliktus, ami ma minket ért, és ma lezárjuk, az másnap, esetleg két napig fog enyhe tüneteket okozni nekünk, és ezzel a probléma be van fejezve. Az esetek 90-95%-ában a konfliktus aktív szakaszban nincs fájdalom, de lesz ma szó olyan programról is, ami fájdalommal indul. Szóval az esetek nagy többségében nem fájdalmat érzünk, hanem pontosan azt érezzük, hogy feszültek vagyunk, idegesek vagyunk, nem tudunk elaludni, hisz benne ragadtunk a konfliktusba, nincs étvágyam, nem eszem rendesen, ezért lefogyok, ha elalszom, felébredek, emelkedik a vérnyomásom, emelkedik a pulzusszámom, tehát egy szóval kifejezve stresszesnek érezzük magunkat, nagyon divatos, stresszes az életvitelünk, és a stresszünket este nem meditatív zenével oldjuk, hanem mindenféle agresszív filmek nézésével, hogy a feszültséget továbbra is fenntartsa bennünk, és akkor csodálkozunk, hogy hülyeségeket álmodunk, és nem tudjuk kialudni magunkat. Tehát a lényeg az lenne, hogy megértsük, bármikor elindul bennünk egy biológiai program, a DHS, a Dirkheimer-szindróma, azt jelenti, hogy tehát váratlan, meglepetésszerű történet indult el az életünkben, amivel úgy maradtam, mint a fogorvosnál, ahogy Hammer doktor leírja, a rossz lábon talált, tehát váratlanul ért az egész történet, és a lényeg az, hogy érzelmileg rendesen megrázott, nem volt kivel megbeszélnem, nem tudtam az érzelmeimet megosztani valakivel. Mert az nem mindegy, hogy csak elmesélem, hogy mi történt, és benne maradok érzelmileg a történetbe. A lényeg mindig az, hogy valakinek elmondjam, aki megérti az én lelki fájdalmamat. Nos, ez az érzelmi megrázkódtatás, tehát ha eljut a megoldáshoz, a KM a megoldást jelenti, akkor a megoldás követő szakasz következik, a második és harmadik függőleges vonal közötti szakasz. Láthatjuk itt a piros szín azt jelzi, hogy bizony itt meleg tüneteink lesznek a gyulladás, minden tünetét élvezni fogjuk, ráadásul folyadék áramlik be oda, ahol épp a gyógyulás folyik. És a konfliktus, vagyis a megoldási szakasz kellős közepén újra álmodjuk a tüneteinket éjszaka, és ez az epileptoid krízis, ez pont azért van, hogy az agyi szinten a Hammeri góc helyre jöjjön. Ez segíti a Hammeri góc helyreállítását, hiszen a Hammeri gócba is begyülemlik a víz, de ezután az agyi központból is ürül a folyadék, a szervi szinten is ürül a folyadék, tehát többet fogunk vizelni, mint amennyit megittunk, és következik a második mély zuhanás, gyulladásos tünet, amikor egy extrém fáradtságot fogunk érezni az esetek nagy részében. Ez egy általános leírása a biológiai programnak, úgyhogy nyilvánvaló esetenként a tünetek változnak, és ha eljutottunk a program végére, akkor mondhatjuk, hogy minden rendben van.
De hát az élet nem ilyen egyszerű, azért előfordulnak olyan dolgok is, hogy a programok azért nem akarnak megoldódni, mert nem oldottuk meg érzelmileg ezt a gyönyörű részt. A megoldás nem érzelmileg történt, hanem más dolgokkal kezdtünk el foglalkozni. Éppen abban maradt a konfliktusa ennek a programnak, mert elindítottam egy másikat. Ismerünk betegeket, akik egyszerre 10 programot is képesek futtatni, ne csodálkozzunk, hogy magas a vérnyomása. Tehát, ha egy adott program itt átbillen a megoldásba, ugye akkor semmi probléma nincsen, a sinek gondoskodnak majd arról, hogy az allergiák megjelenjenek, és a krónikus betegségek természetesen kínozzanak minket. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha meg se oldottam a konfliktust, akkor ez egy nagyon életveszélyes helyzet, hiszen a folyamatos sejtszintű sorvadás, vagy a folyamatos sejtszintű szaporítás, vagy a működés változása, a működés gátlása, ami beindul, az egy veszélyes állapotot hozhat létre. A policiklikus lefolyás az tipikus történet, mondjuk a fekélyes emberek mondják, hogy ősszel és tavasszal újul ki a fekélye, de miért? Nem az ősz és nem a tavasz a hibás érte, hanem ősszel és tavasszal kerül sínre az a program, amit egy megemészhetetlen konfliktus okozott neki. És mindig a gyulladásos tünetek fogják okozni a legtöbb esetben a panaszt a gyomorfekélynél, kivételesen a konfliktus aktív szakaszban jön a fájdalom. A reumatikus fájdalmak is a konfliktus aktív szakaszban jelentkeznek, viszont a bőrtünetek, az ilyen visszatérő kiütések, azok mindig a megoldási szakaszban jönnek, de lehet, hogy nem lesz kiütés, csak egy folyamatosan fennmaradó viszketés. Aztán eltűnik az egész, aztán megint újra jelenik. Miért? Azért, mert nem lett érzelmileg megoldva a konfliktus. A probléma akkor fokozódik, amikor függő gyógyulás áll fenn, és akkor azt jelenti, hogy a gyógyulási tünetnek, a gyógyulási szakasznak a tüneteit élvezhetjük, tehát itt folyamatos fájdalmat, a bőr esetén viszketegséget, vagy hólyagos kiütéseket, vagy nem gyógyuló sebeket fogunk észrevenni, ha mondjuk a bőrnek az alsóbb rétege az írha érintett. Akkor állandó gennyesedés lesz a tünet az adott területnek. A második biológiai természettörvénynek bizony van gyakorlati jelentősége, mert ugye, ha ezt összefoglaljuk, akkor mit tudunk erről elmondani, Réka? Tudhatjuk azt, hogy a tüneteink alapján éppen hol tart az értelmes biológiai különprogramunk. Gyakorlatilag mérnöki precizitással tudjuk, hogy ha ekkor volt a konfliktusom, és ekkor oldottam meg, akkor ez körülbelül mennyi időt fog igénybe venni. Na, itt vannak a problémáink, hiszen nem emlékszünk arra, hogy mikor Igen. oldottuk meg, de már a tünetek alapján is be tudjuk azonosítani, hogy melyik ágában vagyok a Hammer iránytűnek. Én ezért nagyon-nagyon szeretem ezt a rendszert, mert nagyon logikus, nagyon pontos és nagyon precíz. És van egy másik nagyon kellemes oldala is annak, hogy ismerem az értelmes biológiai különprogramjaim, hogyanját, mikéntjét, mert a tüneteink miatt nem kell aggódnunk. Ez egy újabb felesleges programot indít el az aggódás, a félelem. Ha ezt tudjuk, akkor ezek a felesleges programok nem indulnak el, hanem teljes mértékben élvezhetjük, és nyugodtan kivárhatjuk a gyógyulás folyamatát, ezt örömmel telt időszakként éljük meg, és nem azon aggódunk, hogy jaj, mi lesz velem. Igen, nyilván ez azt jelenti, hogy fájdalmat lehet csillapítani természetesen. Egyszerűen nem szteroid gyulladás csökkentők bevethetők a fájdalom csillapítására, ezzel nincsen semmi baj, de ne feledjük, hogyha ebben az esetben a gyógyulási szakaszban morfiumot, vagy más mondjuk szintetikus kábító fájdalomcsillapítót kap a beteg akár tapasz formájába, ez a legmélyebb vagotóniába fogja levinni, és megáll a betegnek a szíve. Tehát itt ezért erre felhívnám a figyelmet, és már is eszembe jut egy levél,
amiben egy germán gyógytudomány tanfolyamot végzett hölgy ír nekem, ő 10 éve volt tanfolyamon, azóta se foglalkozott a germán gyógytudománnyal, de annyit megjegyzett, hogy nem kell félni a fertőzésektől. Most éppen az édesanyjának van egy-két biológiai programja, és azt kérdezi tőlem, hogy hol tartunk. Hát mondom, először is tisztázni kéne, hogy egyáltalán amit a mellében találtak az édesanyjának, az éppen milyen program, mert ugye a mellben 3 program is futhat, tehát magát a konfliktust kéne egyszer tisztázni. Aztán azt, hogy ezt mikor élte meg, akkor azt, hogy ezt mikor oldotta meg, és akkor meg tudom mondani, hogy mikorra lesz vége. De hát itt vannak konkrétumok, amelyekre választ kell tudnunk adni, de nem olyan nehéz ez, mint gondolnánk, hiszen hogyha megjelennek a tünetek, ugye mindig akkor futunk orvoshoz, ez azt jelenti, hogy megkezdődött a gyógyulási szakaszom. Ja, ha megkezdődött a gyógyulási szakaszom, akkor vissza tudok lapozni 1 hetet, 1 hónapot, vagy 2 hónapot, ha tudom, hogy miről szól a program, hogy ja Istenem, akkor mit is éltem én meg? És ha azt megoldottam ezek szerint, azért lényeges tudatosítani, hogy érzelmileg is tudjam lezárni, hogy ne kerüljek sinekre, és még egyszer ezt az élvezetet ne kelljen végigélnem. De az is, azért is van egy óriási gyakorlati jelentősége, mert ha tudom, hogy ha nem múlik a fájdalom, akkor elakadt a gyógyulásom. Akkor elakadt a gyógyulásom. Ennyire egyszerű. Tehát akkor van megoldás. Ugye a Hámeri zenéről minden webkonferencián szólok. Az elakadt programokat az arhaikus varázsdallam hallgatása segít nekünk befejezni. Persze, tudnunk kell azt is, hogy miről van szó, mert ugye, ha érzelmileg megoldottam, tényleg segít. Ha nem oldom meg érzelmileg, akkor az optikai sínek miatt szenvedhetek tudományosan. A 1987-ben Heimer doktor már embriológiával és magatartás kutatással foglalkozott, és ezek alapján hamar megtalálta a 3. és 4. biológiai természettörvényt. Az embriológiát mindannyian tanultuk az iskolába, az egyetemen, ebből mindannyian levizsgáztunk, úgyhogy mindenki tudja, hogy 3 csiralemezből alakul ki minden sejtünk, minden szövetünk, épp úgy, mint az elültetett magból kinő a növénynek a gyökere, szára, levele, virága, mindene. És a 3 csiralemez meghatározza azt, hogy az adott sejtek egy életen át hogyan fognak működni. A lényege az, hogy minden működésünk, ami van, az a túlélésünket szolgálja, erre is ki fogunk térni, de a 3 csiralemezből a kialakult sejtek az adott működést egy életen át megtartják, tehát nem fognak másképpen működni, mint ahogy az eleve beléjük van programozva. Az alsó csiralemez, vagy belső csiralemez sárga színnel jelölve, entoderma, ki hogy szereti, azokat az életműködéseinket tartják fent, azok az ebből eredő sejtek, azokat az életműködéseket tartják fent, amelyek eleve a túléléshez szükségesek. A túléléshez mire is van szükségünk? Hát szükségünk van vízre, levegőre, táplálékra, és természetesen fényre és hangra. Nos, ezeknek a megszerzésének a központja a legősibb agyi területben, az agytörzsben találhatóak, és mindig az adott konfliktusra az adott szervekben sejtszintű szaporítás indul, majd a megoldásban jön a fájdalmas lebontás. Tehát falat konfliktusok tartoznak ide, mint a táplálékfalat, a levegőfalat, a vízfalat, és a fényfalat és a hangfalat. Ezeket most nem részletezem, mert akkor igencsak elhúzzuk az időt az 5 biológiai törvénnyel, van erről külön előadás, és ott részleteiben ezeket kifejtem. A narancssárga színnel jelzett középső csiralemez mezoderma sejtjeit 2 idegi központ irányítja, az agy következő fejlettségi szintje a kisagy, és fölötte pedig látjuk a nagyagynak a fehér állományú központját, narancssárga színnel jelölve. A kisagy a támadás bemocskoltsággal kapcsolatos félelmeinkre, érzéseinkre a hozzátartozó szövetekben szintén
szövet szaporulatot indít be. Ide tartozik az írha, a hashártya, a mellhártya, a szívburok, és az írhának a járulékos szervei is, a verejtékmirigy, a fagyúmirigy, túltengés is, a bemocskoltság támadási konfliktus következtében indul be. És mivel az írhához tartozik az emlő mirigy hámja is, ezért a gondozási konfliktus, vagyis amikor túlzásba viszem az aggódást egy szeretett élőlény miatt, most ez a konfliktus az emlő mirigy szövetszaporulatát indítja be, ez lesz az emlő daganat egyik fajtája. A fölötte levő narancssárga idegi központba azok az érzéseink fognak becsapódni, amelyek az önleértékelésről szólnak, vagyis amikor kisebb rendűségi érzésem van, valamiben úgy érzem, hogy képtelen vagyok ezt megtenni, és azok az igazságtalanságok, amiket megélünk, ezek is mind ide fognak becsapódni. Na most az önleértékelés az önpusztítást jelent, vagyis itten az ide tartozó sejtekben mindig a sejtszintű sorvadás lesz az, ami elindul, és az önleértékelésnek a mértéke meghatározza, hogy milyen szöveteket bontunk le. Milyen szövetek tartoznak ide? A mozgással kapcsolatos szövetek, és azért látjuk ott a középső babáb narancssárga színnel a csontrendszer táblázolva, mert a csontok, az izületek, az izmok, az erek és a kötőszövet, zsírszövet tartozik ide. Ezekben a szinteken mindig először tehát bontani fogjuk a sejteket. Nyilván a legerősebb önleértékelés, a legsúlyosabb a csontrendszert bontja. Az, ami csak frusztrál minket, az a kötőszövetet, zsírszövetet bontja, és a önleértékelésnek a témája pedig meghatározza azt, hogy melyik testrészünkön indítjuk el a lebontást, és hogy Rékai említette az igazságtalanságot, hát akkor nyilván, hogy az igazságtalanság mindig a nyaki részt fogja érinteni, és az igazságtalanság, az engemet ért igazságtalanságnak a mértéke meghatározza, hogy a nyakam szintjén mit bontok le. Nyirokeret, osztóeret, izmokat, porcokat vagy csontokat. A piros színnel jelzett külső csirralemez sejtjeit az agykéreg érinti, és eljutottunk a mai nap témájához, mert ez a piros baba azt a bőrfelszínt jelzi, ami elválaszt minket a külvilágtól. Ez a bőrünknek a szemünkkel látható része, a legkülsőbb része, ugye ez több rétegű elszavusodott labhám, és az elválasztási konfliktusra mindig ezen a sejtsoron indul el a sejtszintű sorvadás. Az elválasztási konfliktus mellett az agykéreg, a birtok konfliktusokat is irányítja, az érzékszerveknek a jelzéseit is feldolgozza, látás, hallás, szaglás, ízérzés, tapintás, és ugyanakkor az akaratlagos mozgások is ebből a részből indulnak ki. A lényeg tehát az lenne, hogy megértsük, hogy a konfliktus hatására a szervezetünkbe, a konfliktus aktív szakaszban vagy sejteket építek, vagy sejteket bontok, vagy működést változtatok. Természetesen a megoldási szakaszban, ha építettem, akkor le fogom bontani a felesleges sejteket. Ha bontottam, vissza fogom építeni a sejteket. Ha a működést változtattam, akkor a működést helyreállítom a megoldási szakaszban. Én azt hiszem, ez nagyon egyszerű, az minden, ami a medicinában megtörténik, az vagy sejtszintű szaporítás, vagy sejtszintű sorvadás, vagy valamilyen működésnek a módosítása, hiszen sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek.
A harmadik biológiai természettörvénynek is van gyakorlati jelentősége. Főleg azért, mert kiderül, hogy minden logikusan és tudományosan zajlik a szervezetünkben, úgy, ahogyan az évmilliók óta zajlik minden élőlényben. Sejtek szaporítása, sejtek sorvasztása, vagy az életműködések megváltoztatása. Kiderül ezek szerint, hogy azok az úgynevezett áttétek és metasztázisok nem is létezhetnek. Ez egy biológiai képtelenség. Ez így van. Tehát nincsenek értelmetlen történetek a szervezetünkben. Egyedül az nem értelmes, hogy a végsőkig ragaszkodunk az elképzeléseinkhez. És milyen elképzelésekhez ragaszkodunk? A tanított dolgokhoz. Azt hiszük, hogy amit megtanítottak, az pont úgy van. Karász, ezzel teljesen egyetértek, viszont az, aki még nem ismeri a germán gyógytudományt, és nem mélyedt el benne, azt gondolja, hogy te jó ég, pontosan az ellenkezőjét tudom mindennek, minden tudásom, minden olyan tapasztalatom, ami eddig az egészségemhez, illetve a különböző testi állapotaimhoz kötnek, azok teljesen hibásak. Teljesen rossz oldalról közelítjük meg. Hát igen. Gyakorlatilag, gyakorlatilag az a helyzet, hogy ez az egész nem is rólam szól, az én érzéseimről, az én testemről, hanem valami teljesen másról. Nem, minden az én érzéseimről szól, és mint ahogy ezt már kifejtettük, minden, de minden biológiai programot én indítok be, nem, és én is a rendszerre gondolok, hogy ez nem is rólam szól, én addig azt gondoltam, hogy az egészségügy az engem szolgás, mint kiderül, hogy pont, hogy nem. Hát erről lehetne hosszan tárgyalni, de ha már a harmadik biológiai törvényig eljutnának a kedves kollégák, akkor elgondolkodhatnának azon, hogy lehetne másképpen is foglalkozni a gyógyítással. Bocsánat, ha lelkes laikusként nagyon nagy hívekben gondolkodom, de már az a tény, hogy áttétek és metasztázisok nem léteznek, hanem azok újabb és újabb félelemre nyújtott érzelmi konfliktusok, amelyeket akár egy orvosi rendelőben is össze lehet szedni, vagy a Google-ig azokat a betegségeimet taglaló honlapokat olvasom, hogy mi jöhet még. Tehát ezek is az én testem működésének a természetes része. Az nem természetes, hogy félelmekkel telt emberként nem bízok abban, hogy a biológiám pontosan tudja, hogy mit kell tennie, és ha jól értelmezem, jelzem laikusként, nem orvosi tudással, akkor gyakorlatilag csak hagynom kellene, hogy a biológiám befejezze a programjaimat? Természetesen, ha megnyugodnák, ezek a programok maguktól befejeződnének. Semmi probléma nem lenne, hogyha tisztában lennénk azzal, hogy nem betegségek, hanem értelmes biológiai programok zajlanak a szervezetünkben, és akkor nem lennének olyan komplikációk, amelyek azért adott esetben tényleg intézeti ellátást tesz szükségessé. A negyedik törvényt is 1987-ben fedezte fel Hammer doktor, hiszen kiderül, hogy a mikróbák, amik a szervezetünkben élnek, ugye, ezek a mikroszkopikus lények, ezek az egyetfejlődési rendszerhez kötődnek. Tehát nem véletlenül vannak bennünk gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok. Ezek nem véletlenül vannak bennünk. Ezekkel mi együtt szimbiózisban élünk. Agyi parancsra történik meg ezeknek a felszaporodása a konfliktusok szakaszban, és természetesen, hogy a megoldási szakaszban, amikor elvégezték a dolgukat, akkor szintén agyi parancsra a megfelelő számú segítőink maradnak a szervezetünkben. És hát ugye felhívnám a figyelmet arra, hogy az egész történet még az 1800-as évek közepén kezdődött, amikor is Louis Pasteur ellopta azt a tudást, amit egy kollégája, biológus, orvos, kémikus, fizikus kolléga hát felfedezett. Ezt erről az orvosról nem emlékeznek meg, erről az orvosról egy utcát sem
neveznek el sehol a világon, pedig ő fedezte föl azokat a mikroszkópikus élőlényeket, amelyeket ő először megfigyelt. Antoine Béchampról beszélek, 6 évvel idősebb volt Louis Pasteurnél, és amikor a felfedezéseit leírta, akkor ő azt mondta, hogy igen, láthatók itt bizonyos élőlények, mikrozímának nevezett élőlények, amelyek hát úgy néznek ki, hogy azért vannak jelen, hogy gyógyítsák a betegszöveteket. Louis Pasteur ezt az egészet ellopta, és pont fordítva magyarázta, hogy a mikroorganizmusok okozzák a betegséget, és nem azért vannak ott, hogy gyógyítsák a beteg szervezetet. Egész érdekes módon a Rothschild család Louis Pasteurt rögtön megtámogatta pénzzel, és elindult a mikrobiológia fejlődése ebbe az irányba. Azért annyi megjegyzés a történet végére még odaillik, hogy Louis Pasteur a haláloságyán beismerte, hogy a környezet az, ami számít, és nem a mikróba. Tehát amikor valamit pont fordítva magyarázunk, mint ahogy az van, akkor igencsak érdekes eredményre jutunk. És Hammer doktor is pont arra mutat rá, hogy a szervezetünkben élő baktériumok, gombák, vírusok, ezek a mi barátaink, ezektől nem félnünk kell, hanem meg kell oldanunk a megfelelő programot, és akkor meg fogunk gyógyulni. Nagyon fontos azért is ezt tudni, hiszen a negyedik természettörvénynek, negyedik biológiai természettörvénynek az a gyakorlati jelentősége, hogy pontosan rámutat arra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusoknak igenis fontos szerepük van a gyógyulásunkban, és nem az ellenségeink. Itt hangsúlyoznám a bennünk élő mikroorganizmusok. Igen, mert vannak külső baktériumok, amelyek igenis meg tudnak minket betegíteni. Egy tetánusz fertőzés az mindenképp le tud minket dönteni. Gondolhatunk azokra a mikroorganizmusokra, amiket mesterséges körülmények között állítanak létre elő. Biológiai fegyverként, igen. Ezáltal kiderül az is, hogy a gombák, a baktériumok és a vírusok számbelileg túlszaporodnak, és akkor csak a biológiai külön programot kell végre lezárnunk érzelmileg, és akkor megoldódnak a krónikus betegségei, mint a HPV úgynevezett fertőzés, az úgynevezett vírusos hepatitis és a nem gyógyuló sebek, gombás fertőzések. Így van. Nagyon érdekes volt számomra, amikor a germán gyógytudománnyal megismerkedtem, megtudni azt, hogy ezek a gombák, baktériumok, nevezzük most őket egy gyűjtőkategóriába mikroorganizmusoknak, ezek már akkor jelen vannak, amikor a konfliktus aktív szakasz zajlik, csak inaktív formában. Igen, még akkor nem, akkor csak számbelileg növekednek. És gyakorlatilag bevetésre készen ott állnak minden sejtem mellett. Én ezt így képzeltem el, tudom, igen, hogy nem tudományos, és nem igen, de kell egy kép róla. De én ezt úgy képzeltem el, hogy minden sejtem mellett ott állnak készenlétben, és amikor jön a fügyszó, hogy na most, mert igen, elindul a gyógyulási igen szakasz, akkor elkezdenek dolgozni. Akkor elkezdenek dolgozni. Ez teljesen így van, hiszen a gombák bontják le a kidőlt fákat is az erdőben, tehát a gombák munkájára szükség van azokon a szerveken, amelyek a belső csiralemezből származnak. Milyen jó lenne, hogyha ez a társadalomban is így lenne, minden fáradt munkás mellett lenne még egy segítség, és azt mondja, jó, akkor csinálj te, és rögtön ott lenne, és szó nélkül végezné. Szóval, de hát ez a fantasztikus, hogy ezek a mikroorganizmusok is bennünket szolgálnak, folyamatosan készenlétben állnak arra, hogy amikor egy értelmes biológiai különprogram ezt megkívánja, akkor a hatásukat kifejtsék. Ez sokkal olcsóbb, sokkal egészségesebb eljárás, a germán gyógytudomány alkalmazása, ilyen szinten, hogy érzelmileg lezárjuk a konfliktusainkat, ezáltal nem is érnek vissza, ráadásul a fertőzésektől való félelmeinket is azt hiszem, hogy ki tudnánk dobni a szemétbe. Ez így van, de mondjuk annyi nem elég,
hogy annyit tudjunk, hogy ha ismerem a germán gyógytudományt, akkor már nem félek a fertőzésektől. A germán gyógytudomány ennél sokkal komolyabb dolgokra világít rá. Az ötödik törvény 1994-ben írta le Hammer doktor, a quintessencia, a megértés törvénye, a lényeg, hogy rámutat arra, hogy minden, de minden a DHS-sel indul el. Tehát amikor a DHS elindul, gyakorlatilag a biológiám már a segítségemre van. Azért szaporítok sejtet, hogy még több levegőhöz jussak, ha halálfélelmi konfliktusom van. Még több táplálékhoz jussak, ha falat konfliktusom van. Vagy még több vért kapjon a szívem, a koronáriás, a szívkoszorú erek belhártyájának a sorvadásával, hogy tudjam visszaszerezni az elveszett birtokot. Tehát már a konfliktus aktív szakasz azt jelenti, hogy segítséget kapok, egy biológiai segítséget kapok arra, hogy megoldjam biológiai szinten a konfliktust. És amikor érzelmileg is megoldottam, na akkor leáll a biológiai segítségnyújtás, és helyére rendeződik minden úgy, ahogyan volt. Ez egy valami gyönyörűséges, hát nem tudom szavakkal kifejezni ezt az egészet, hogy az anya természet ezt gyönyörűen megtervezte. Vagyis nincsenek ismeretlen, nincsenek rossz indulatú, nincsenek gyógyíthatatlan betegségek, csak gyógyíthatatlan betegek, mert természetesen az a beteg, és megint egy levélre hivatkozok, ahogy kezdi a beteg, hogy ő hipohonder, és teli van félelemmel, és megteremti magának azt, amitől fél. Ez teljesen természetes, hiszen teremtők vagyunk, csak kérdés, hogy a félelmeinket akarjuk megteremteni, vagy azt, amire vágyunk. A hipohondriának a legjobb gyógyszere a germán gyógytudománynak az ismerete. De ő ezt már elolvasta, de ő még mindig fél. Ja, hát csak azért, mert a hibás tudást nem hajlandó átírni egy értelmes, józan paraszti ésszel megérthető tudással. Ez annyira egyszerű, hogy 10 éves gyerek megértette egy konzultáción az 5 biológiai természettörvényt. Nagyon egyszerű. Tehát van egy érzelmi megrázkódtatásom, ami az agy közvetítésével elindít egy szervi elváltozást, és rögzítem a körülményeket, pontosan a túlélésem miatt. Minden két szakaszban zajlik. Az egész történet a sejtek szaporításáról, sorvadásáról, vagy a működésváltozásról szól, és ez nem véletlenszerű, hanem az embriológiából következik, pontosan abból a tudományból, amit minden orvos tud, mert ezen alapszik az emberi testnek a kialakulása. A segítőink is vannak, a baktériumok, a gombák, a vírusok, és itt van a végén, nem kell félnünk, hiszen mindennek, de mindennek értelme van. És ennek is megvan a maga gyakorlati haszna, mert hogyha minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, akkor végre megnyugodhatunk. A biológiám nem ellenem, hanem értem dolgozik. Csak nem mindegy, hogy értem, vagy nem értem, hogy mit tesz a biológiám, én értem. Ez így van. Ez a mondat, ez Karesz egyik vezér mondata, és valójában nagyon mély tartalmakat rejt magába. A biológiám értem dolgozik a fajfenntartásért és a túlélésért. Így van. És akkor nincs soha alapja, nem, semmi pániknak nincs alapja, hát ez a lényeg. Soha nem ellenem dolgozik, ugye tudtuk a 4. természettörvénynél, hogy a mikroorganizmusok is engem szolgálnak. Így pont van. Ugyanazért, hogy a túlélésem biztosítsák. De tényleg nem mindegy, hogy értem, hogy mi zajlik a testemben, lásd 3. természettörvény, igen, hogy megértem, hogy hogyan zajlik le, kik a segítőim, hogy két ciklusú, ez már a 2. természettörvény. És ki erről tudjuk számolni. Minden beszéltél, igen, de ha értem, akkor azt jelenti, hogy tudom, mi a teendőm. Így van. És ez a nagyszerű benne, hogy nem félelemmel manipuláljuk a beteget,
hogy ja Istenem, még mi történhet, ugye? Hanem meg tudom neki mondani, hogy nyugodjon meg, tudom, hogy fáj, kap fájdalomcsillapítót, kap vízhajtót, ha szükséges. Tehát nem azt mondtam, hogy otthon ülünk és szenvedünk. Van megoldás, tessenek megnézni, a terápiáról 3 webkonferencia anyag is van a weblapon, a gyógyszeres terápiáról is van szó, meg arról is, hogy miért akad el a gyógyulásunk. Akit érdekel, ezt megnézi. Akit érdekel a germán gyógytudomány, az tudni fogja, hogy nincsenek ismeretlen, gyógyíthatatlan, rosszindulatú betegségek. De azt is elmondtam az elején, hogy az egyetlen valóság mindig az én megélésem. És elválasztási konfliktus a mai estének a témája, és ez az elválasztás, ez így csak egy szó. De kérdés, hogy milyen szinten éljük meg az elválasztást? Az elválasztási konfliktusok azok mindig egy élőlényhez köthetőek, ha jól értelmezem. Tehát igaz, hogy nem szeretek elválasztódni a pénztárcámban lévő bankjegyektől a hónap végén, de ettől senkinek nem lesz elválasztási konfliktus. Tehát ettől nem lesznek börtünetei. Abszolút nem. Viccet félretével, mi az, hogy elválasztási konfliktus? Az elválasztódás egy nagyon mélyen megélt érzelem. Valakihez tartozni, valamilyen csapatba benne lenni, valamilyen családba, klubba, szervezetbe, szakszervezetbe, bármilyen csoportosulásba. Ha benne vagyok, akkor én ott tag vagyok, ott vagyok valaki, ott elismernek, ott biztonságban érzem magam, ott számítok, ott fontos vagyok, ott esetleg várhatok egy ölelést, egy meleg baráti készfogást, egy felén fordulást, egy dicséretet, egy simogatást a buksimra, hogy ezt most jól csináltad. Igen, mert az ember egy társas lény. Ez rendítás. Alapvetően egy emberi vágy, hogy érezzük a közelséget. Mert itt a közelség kérdése, közelség-távolság kérdéskör az megjelenik majd a börtüneteknél, amiről fogsz később beszélni. De az egyetlen valós elválasztás, elválasztódás, az nagyon sokszor nem is a külvilágról szól. Igen. Sőt, vagyok annyira bátor, hogy kiveszem a valószínűleg szót a mondatból. Nyugodtan. Az igazi elválasztódás az nem a külvilágról szól. Így van. Valójában rólam van szó. Az én elvárásom nem teljesült. Mert ő ment el, mert túl közel jön, vagy túl messze ment, a biológiának teljesen mindegy. Így van. De valamilyen kontaktussal nem vagyok rendben. Nem vagyok rendben, valamilyen érzéssel, valamilyen szituációval, helyzettel nem tudok megbékélni. Az elvárásaim nem teljesülnek. Igen. Mert lehet, hogy arra vágyom, hogy hagyjanak békén, és ne érjenek hozzám se. De ez nem teljesül. Ez is egy elválasztási konfliktus, mert ugye az elválasztás iránya, hogy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném ezt az állapotot fenntartani, a bőrömnek gyakorlatilag mindegy. Mindkettőre reagálni fog. De igazából, ha ezt én nem tudom jelezni, nem tudom elmondani, nem tudom kifejezni, akkor önmagammal is konfliktusba kerülök. Mert vágyom arra, hogy valakinek a közelébe legyek, de ezt nem tudom kivitelezni. Vágyom arra, hogy megéljek valamilyen állapotot, akár egy ölelésnek a gyengétségét, így van. Akár egy dicséretnek a jóleső örömét, akár egy meleg baráti készfogást, amiből én az együttérzést találom meg. Vagy akár csak annyit, hogy lássam az illetőt, vagy éppen halljak róla valamit, és ezek mind-mind ide tartoznak. Ide tartoznak, viszont az egyetlen valós elválasztódás az magam és önmagam közötti. Még mielőtt bárki tudathasadásra gyanakodna, szeretném elmondani, hogy mit értünk az önmagam és magam közötti elválasztódásról. Állandóan dúl bennünk egy harc, hogy mit szeretnénk és mit tehetünk. Így van. A mire vágyakozom és mi a lehetséges. Most megkérdezném önt, kedves hallgató, hogy mi lenne az 5 kívánsága, amit egy
újévi kívánság, tündér, minden kedves hallgatónak teljesíti az öt kívánságát. Mi lenne az? Pici gondolkodási időt hagyunk önöknek, hogy soroljanak fel ötöt. Ez egy nagyon jó Ha megvan bevezető. Az öt kívánság, akkor nézzük meg, hogy benne van ebben az egészség. És ha benne van, hanyadik helyen? Így van. Mert nagyon sokszor az egészségem nem az első helyen szerepel. Mindig valami tárgyra vágyunk. Egy új piros bakancsra, egy jó focicipőre, egy új autóra, egy nagyobb konyhára, nem tudom milyen kirándulásra, valami Igen. távoli, egzotikus helyre. Mindig az anyagban vannak a gondolataink. És azt hiszem, hogy ameddig az anyagban gondolkodunk, addig az illúzió világban élünk. Addig mindig anyagi szintű megoldásokat akarunk. Adj valami pirulát, kereszt, mint orvos, hogy ne fájjon a fejem. Nem akarom megoldani a konfliktusaim. Sokkal egyszerűbb külső segítséget kérni, sokkal egyszerűbb mindig kívülről várni a megoldást, mindig valamilyen szert, csodamódot szeretnénk kérni. Valójában ezt az elválasztódást kellene feloldani, hogy ne az anyagra, ne valamilyen kézzelfogható dologra vágyjon, hanem egészségre. És ha megkérdezzük mindannyian önmagunkat ott legbelül, hogy vágyunk-e az egészségre, azt hiszem, hogy mindenkinek a válasz az igen. És jön a de. Ugye megjelent, de nincs időm, de kéne mozogni, de lusta vagyok, de a munkám, de a gyerekem, de a háztartás. Mindig van egy de. És mindig igyekszem magam lebeszélni arról, hogy lépéseket tegyek a változtatás felé. Miért? Mert önmagammal is harcban állok. Ez is. Igazából ez az legnagyobb elválasztódás, hogy vágyom valamire, de nem mondom ki. Szeretnék valamit elérni, de nem feltétlenül szeretnék ezért sokat dolgozni. Ez az instant boldogság, ez a három az egyben. Valahogy ilyet szeretnénk, hogy boldogok legyünk, egészségesek és szuper gazdagok. Csak hogy ez a három nem mindig jár kéz a kézben. És azt gondolom, hogy ha én egészséges vagyok, akkor minden kapacitásom megvan arra, hogy boldog legyek, és igen, azokat a szükségleteimet, testi szükségleteimet kielégítsem, amik fizikai szinten megtehetők. Vagyis kiderül, hogy az egészség a legnagyobb kincs. Szerintem az egészség az egyik legfontosabb dolog. És hányszor mondunk nemet az egészségünkre igen. egy év alatt? Persze minden év elején megfogadjuk, hogy ettől az évtől majd többet futunk, többet sétálunk, többet mozgunk, leszokunk a káros szokásainkról, jobban odafigyelünk a családunkra, többet látogatjuk a barátainkat, de valami mindig elé teszünk a vágyaink közé. Mi ez, ha nem a leginkább a legnagyobb elválasztódás a valós énem, a lelkem kívánsága, és az anyag, a test és a fizikai világ között. Ezt nagyon szépen összefoglaltad, és nagyon-nagyon jó rámutattál, Réka, az alapvető konfliktusra. Mert egészségesek akkor leszünk, ha békében élünk önmagunkkal, és békében élünk a világgal. Ha el tudjuk fogadni önmagunkat is, meg a világot is, olyannak, amilyen. És akkor megszűnik ez az elválasztódás, ami önmagam és a világ között van. De ha mégis ezt megéljük, akkor nézzük, milyen biológiai tüneteink lesznek. Nézzük át őket, mert lehet, hogy nem is ismerjük fel ezeket a helyzeteket. Hát igen, mostan azért az, ahogy elmondtad, az elválasztás iránya, az lehet az, hogy nagyon szeretnék valakit megölelni, vagy nagyon nem szeretném, ha hozzám érne. És azért az elválasztást megélhetem nem csak az érintésben, hanem a látásban, a hallásban, is, és ezek az elválasztási konfliktusok az adott szerveken fognak tüneteket okozni. Ugye sikerült fölvázolnom, hogy ez az elválasztási konfliktus megélése, ugye az én megélésem az egyetlen valóság, meg fogja határozni, hogy milyen tüneteim lesznek. De a következőkben minden tünet mögött az elválasztódás áll. Itt látjuk az a bőrnek a Hammeri metszetét, Hammer doktor szerinti rajzát, és ugye ez a
narancssárga, sárga színnel jelzett rész, ez az írha, ami meg pirossal van rajta jelezve, az a felhám. És láthatjuk, hogy a hajszál is felhám eredetű. Mi a különbség a két rész között? Az írhában mindig először sejtszintű szaporulat indul, támadás bemocskoltság érzésére, félelmére, és a megoldásban lebontjuk gennyes folyamatokkal az írhának a felesleges sejtjeit, ebből lesznek gyönyörű szép kelések, pattanások, stb. A piros színnel jelzett felhám először sorvad az elválasztási konfliktus következtében, a hajunk kihullik az elválasztási konfliktus következtében, majd a megoldásba hát jönnek a gyógyulási tünetek. Ez lenne tehát a bőrnek a keresztmetszeti képe, és ugye elválasztásról van szó, de hát a felhám alatt ugye az írha ott van, ezt nem tudom onnan kivenni. Mert a dolgok azért hát meg fogják hozni, a meg nem oldott konfliktusok meghozzák a megfelelő tüneteket. Csupán emlékeztetőleg, ugye érző és mozgató központok vannak a két agyféltekében, az agykérgi részen, és itt a piros színnel az érző központot látjuk, és ha ezen a szinten csinálunk egy keresztmetszeti képet, akkor láthatjuk a CT-n a megfelelő hát hámeri gócoknak a helyét, ahol ki fog alakulni valami. A kékkel jelzett szín ugye mozgató központ, tehát ezen a szinten természetes, hogy a mozgató, a felső és alsó végtagnak a mozgató reléit látjuk. Itt viszont mögötte hátul már az érző központokat látjuk, látjuk, hogy az alsó végtag érző központja, sőt, még mélyebben a csonthártya relét is látni, meg fogjuk találni, mert a legdurvább elválasztási konfliktus az nem áll meg a felhám szintjén, hanem egészen a csonthártyáig hatol. Elválasztási konfliktus tehát mindig arról szól, hogy a konfliktus aktív szakaszban sorvasztjuk a felhámnak a sejtrétegeit, és ekkor hűvös lesz a sejt, érzéketlenség lép fel, zsibbadás lép fel, érzéscsökkenés lép fel. Ennek nagyon fontos szerepe van, el fogom még ezt külön mondani. Majd a megoldás következtében beindul a sejteknek a visszaépítése, de hát az exudatív fázis azt jelenti, hogy hólyagosodással, fájdalommal, fokozott érzékenységgel. Az epileptoid krízisben jön az absence, az emlékezet kiesés és az érzés csökkenés ismételten. Fokozottabban jelenik ez meg, mint a konfliktus aktív szakaszban, és a hegesedési fázis pedig hát meghozza a szöveteknek a hegesedését, és természetes utána a programnak vége. Ezt úgy hívjuk, hogy kültakaró séma szerint működő laphám vagy laphámnyálkahártya. Mert ugye ez a program fut a női emlő tejkivezető csatornájában is, ott is a gyulladásos tünetek, amint látni fogjuk, a megoldási szakaszban jelennek meg, konfliktus aktív szakaszban esetleg egy érzéscsökkenés, egy húzó érzés esetleg megjelenik, de a zajos tünetek a megoldási szakaszban jelennek meg. Nos, ha nem oldjuk meg a konfliktust, nyilvánvaló, akkor fokozott sejtszintű lebontás lesz. Ugye ez a lebontás, ez a pigment rétegig lehatol, és akkor már a pigment sejtek is sorvadnak, de ha a konfliktust mondjuk 10 évig nincs megoldva, akkor tovább megy a program, és képes az alatta levő írha réteget is szétszedni. Erre is van példánk és történetünk. Tehát amikor kialakul egy talpi fekély,
Ez azt jelenti, hogy már az írha rétegig hatol az elválasztási konfliktus, de látunk ilyen túlzott fekélyes sebet arcon kialakulva is. A függőgyógyulás ugye azt jelenti, hogy elakadt a gyógyulási szakasz, és ez azt jelenti, ha az Orbáncról beszélünk, hogy az írha réteget érintő programról van szó, nyilván, hogy ez az Orbánc a felhámot is szétveri, de hogyha csak felhám szinten folyik a függő gyógyulás, akkor ebből anyajegyek, szemölcsök és májfoltok fognak kialakulni. A policiklikus lefolyással, ugye ezek krónikus visszatérő gyulladások, hegesedések fognak megjelenni, és megemlítenék egy nagyon lényeges dolgot, az Alzheimer-kort az abszanszok miatt alakul ki. Tehát az az idős ember, aki az újságot mindig a végén kezdi olvasni, és megnézi, hogy na még kik azok, akik átköltöztek a túloldalra, és már kik azok, akiktől ő elszakadt, és folyamatosan optikai sínen tartja magát, mert a halottaknak a képeit kiteszi, hogy lássa, hogy kik azok, akiktől ő elszakadt, akkor azt jelenti, hogy az emlékezet, rövidtávú emlékezet kiesés gyakorlatilag újra meg újra megjelenik nála, nyilván a konfliktus aktív szakaszban kevésbé, de az epileptoid krízisekben egyre és egyre erősebben. És mit lehet ilyenkor tenni? Hát természetesen le kell zárni az elválasztási konfliktust, és az illetővel megfelelően foglalkozni. A bőrtünetek, ha és a programunk, az elválasztási konfliktus, ha megakad, ha nem jut el a végéig, akkor kialakulnak ugye mindenféle bőrkiütések. A gyulladásos tüneteket, ha átmegy a gyulladásos, a megoldási szakaszban az dermatitisnek, bőrgyulladásnak fogjuk nevezni, de hogyha a program elindul, és a gyógyulásból újra konfliktus aktív szakaszba kerülünk, majd pár napig gyógyulunk, majd megint újra konfliktus aktív szakaszba kerülünk, ugye ez az egész történet a pszoriázis vagy pikkelysömör kialakulásához fog vezetni. Ne feledjük, hogy a bőr felhámjának a rendbehozatalához biológiailag 4 hétre lenne szükségünk. De kérdezem én, 4 hét alatt hányszor változtatjuk meg mi az érzéseinket, az elválasztódással kapcsolatos érzéseinket? Ez mindig egy szeretett élőlényről szól, tehát nem csak szeretett ember, hanem szeretett állat is okozhat pszoriázisos elváltozásokat. Erre is volt esettörténetünk. Természetes, hogy itt is a megoldás megfejteni magát az elválasztási konfliktust, és érzelmi szinten ezt az egészet lezárni, és utána 4 hét múlva a bőr teljesen regenerálódik. Én azt hiszem, hogy ez a pikkelysömörös embereknek ez egy nagyon jó hír. De ha a fejemre vonatkoztatott elválasztási konfliktust éltem meg, akkor természetesen, hogy a fej bőre, illetve a haj lesz érintett. Ha csak a fej bőre érintett, akkor megjelenik a korpásodás. Ha mélyebben hat az elválasztási konfliktus, akkor természetesen, amint ezeken a képeken is látjuk, a haj különböző féle fajta kihullása fog kialakulni. Van foltos hajhullás, alopecia areata, és hát van, ezt úgy mondják, hogy androgén vagy férfias típusú hajhullás. Semmi köze nincsen az androgén hormonoknak, a férfi hormonoknak az ilyen típusú hajkihulláshoz. Egyáltalán mi az, amit mi a fejünkre asszociálunk, vonatkoztatunk, mint elválasztódást? Mitől tud elválasztódni a fejünk? Hát alapvetően ez a nők és férfiak esetében azt hiszem, hogy alapvető különbségeket hordoz magában. Bizony. Míg egy nőtársam, és akkor hatalmazom fel magam, igen, beszélj a nőknek a neveket, nők társaságát. Mi azért nem gondolunk a hajunkra
különleges módon. Hát amit mi a hajunkkal tudunk tenni, az Épp a elképesztő. tegnap láttunk egy ilyen felvételt. Besütve, kisinyítva, kivasalva, bebongyolítva, visszatéve, mindenféle hajszobrászati eszközt és stílust kipróbálva, vegyszerezve, színtelenítünk, festünk, amit csak egy nő el tud követni a hajával élete során, szerintem azt megteszi. Kipróbál. Főleg a fiatal korszakunkban próbálunk ki minden extrém frizurát, gondoljunk csak arra, hogy hányféle hajstílust és hajszínt próbáltunk ki eddig életünkben. Nekünk ez annyira nem fontos, egészen addig a pontig, ameddig van. Aha. Amikor nincs, ez önleértékelést okoz bennünk, hogy már nem vagyok elég szép nő, de az nem a hajat érinti, és nem a fejbőrt érinti, hanem az egész nőt. A férfiaknál a haj, mint olyan egy másodlagos dolog, én nagyon élveztem, találtam az interneten egy ilyet, hogy a férfiak fodrász előtt és után, igen, hogy 1500 és 15000 forint a két nem között, két nem hajszépséggel. Tehát egy férfi 1500 forintért levágatja a haját, és változás van, míg a nőnél ugyanaz a frizura, de 15000 forintba kerül. Nem tudom, hogy sikerült ezt átadnom, ahogy ezt ott láttam. Nagyon érdekes és vicces volt, mert valójában a férfiak a hajukra, a hajviseletükre egészen mostanáig, lehet ezt így mondanom, ez inkább most jött be divatba, nem igazán adtak különösebben. A férfiaknál a fej, a hajas fejbőr sokkal inkább mélyebb megtapasztalások helyszínét jelenti, és hogyha megnézzük, hogy egy kisfiút hol simogatunk meg, hát rögtön mindenki a buksiját simítja meg, hiszen a kisfiúkat nem lehet úgy kényeztetni, meg a fiúkkal, ezért férfiasan kell bánni, ugye emlékszünk ezekre a standardokra és szabványokra, melyek alapján a fiainkat neveltük. Tehát egy férfinak ezt ki kell bírni, katona dolog, és egy buksi simítással tovább is mentünk. Mennyire érdekes, hogy ha már a kisfiú kislány témakörnél vagyunk, hogy egy kisfiúnak mennyi mindent kell azért tenni, hogy egy dicséretet kapjon. Még mondjuk egy pipiskedő kislány, egy habos-babos ruhába már rögtön a figyelem központjába kerül, és azonnali dicséretet kap egy fiúnak, ezért tennie kell. Ezért is ragaszkodnak a kisfiúk azokhoz a nagymamákhoz, akik szelidek, megsimogatják a fejét, folyamatosan kapnak egy pozitív visszaigazolást, és ez egy nagyon fontos dolog. És milyen érdekes, amikor kiderül konzultáción is, hogy a hajhullása a fiúnak akkor kezdődött el, amikor a nagymama meghalt, vagy az édesapja meghalt, vagy az az ember, aki őt szerette, aki simogatta, aki dicsérte, már nincs, ettől elszakadt, és az elszakadása biológiailag a hajnak a kihullását is beindította. Természetesen, amikor ilyen foltos kihullás van, akkor itt pont a fordítottját éli meg az ember, hogy éppenséggel el szeretnék szakadni attól a késztől, ami a fejemet nyomkodja. Az állatoknál is ugyanez megfigyelhető, ha valaki arra gondol, hogy elviszi tengeren túlra a kutyáját, akkor nem biztos, hogy épségben fogja megkapni a 12-15 órai út végén a kutyát, hiszen őt behúzzák egy ketrecbe szájkosárral együtt, és ha nem akar bemenni, akkor hátulról a fenekét megnyomják, hogy a ketrecbe bemenjen. Aztán, mivel ettől az nyomástól, ettől a két tenyértől el akart szakadni, el akart választódni ez a kutya, mikor leszállunk a géppel, a kutyánk fenekéről két tenyérnyi szőr hiányozni fog. Tehát a biológiai törvények az állatokra, emberekre ugyanúgy érvényesek. Na most, ha meg se oldjuk a konfliktust, ezt már említettem, ugye, akkor kialakulnak ezek az érdekes bőr foltok, ugye, átmegyünk dalmatába, vagyis kialakul a vitiligó, a pigment hiány. Nyilvánvaló, hogy az első pigment hiány ott alakul ki,
ahová ezt az elválasztási konfliktust először érzékeltük. Nagyon gyakran az embereknek a kezén alakul ki a vitiligós folt. Miért? Mert elszakadt a szerelmétől, vagy elszakadt egy kolléganő az édesapjától, 12 éves korában meghalt az édesapja, és akkor kezdett el a vitiligó kialakulni a kezén. Csak éppen tudatosítani kellett volna ezt az egészet, lezárni a programot, és akkor, láss csodát, a vitiligó elkezd gyógyulni. Tehát akinek ilyen kellemetlen bőr problémája van, az gondolkozzon el azon, hogy mikor alakultak ki a tünetei, mert ugye a vitiligó azt jelenti, hogy még mindig konfliktus aktív szakaszban vagyok, arra vár a biológia, hogy lezárjuk a programot, és hogyha ezt lezártuk, akkor beindul a gyógyulás, nyilván idő kell hozzá, és a folt szélétől a közepe felé fog a gyógyulás megtörténni, és a pigment réteg is visszaalakulni. Tehát itt jön az, hogy az elválasztódást nagyon mélyen kéne megértenünk ahhoz, hogy valójában érzelmileg fel is tudjuk oldani. Ha pedig azt éli meg egy hölgy, hogy elszakították tőlem a szeretett gyermekemet, vagy elment tőlem a szeretett gyermekem, hát akkor a konfliktus aktív szakaszban, amit már azt említettem, beindul a tejcsatorna, tejcsatornát bélelő hámnak, laphám nyálkahártyának a sorvadása, megoldáskor pedig hát nyilván jön a sebváladék, és abban az esetben, ha nem tud kitörni a sebváladék az emlőbimbon keresztül, hát akkor, amint ezen a képen is látjuk, egy gyulladásos csomó fog létrejönni az emlőben. A szerencsés dolog az, hogyha az emlőből kijönnek ezek a sebváladékok, a gyógyulásnak a váladékai, és akkor gyakorlatilag minden rendben lesz. Amikor ez a változat alakul ki ennek a gyógyulási szakasznak, akkor nagyon kellemetlen lehet a történetnek a folytatása, mert ha ez megnyílik ez a seb, hát akkor ez véres-gennyes folyamaton keresztül fog meggyógyulni. De meggyógyul, ha nem csinálunk újabb következmény konfliktusokat, ha nem kezdünk el mondjuk aggódni, és akkor elindítom a tejmirigyállománynak a szaporulatát, ha nem élem meg a gyógyulásnak, a gyógyulással járó tüneteket bemocskoltságnak, támadásnak, mert akkor egy írha programot is el tudok indítani. Tehát itt mindenképpen tudatában kéne legyünk annak, hogy ez mindenképpen meggyógyul, ha nem indítok el újabb programokat, és ha végleg megnyugszom. Azt gondolom, hogy egy pillanatra meg kellene itt állnunk, és megnéznünk, hogy milyen mélyen tudjuk a gyermekeinket szeretni, vagy a társunkat szeretni. Vagy a szüleinket. Vagy akár a szüleinket, igen. Igen. Ez a magamhoz ölelem, magamhoz húzom, itt vagyok mellette, folyamatosan támogatom, táplálom, segítem, védelmezem, gondozom, óvom állapot, ami jellemzi ezt. A papa-mama hot erről beszélsz? Akár erről is, de néha olyan megmentői szerepekbe csúsznak bele a hölgytársaim, ami kiegyensúlyozatlan kapcsolatokat szülnek később. Ez az elválasztási konfliktus nagyon mélyen megérinti a nőtársaimat. Nagyon mélyen tudunk kötődni. És néha ez a kötődés, ez olyan irányba halad, hogy ha ő nincs, akkor már semmit nem érek. Igen. Ha ő nincs, mi lesz így velem? Mi lesz így vele? Nem vagyok mellette. Például anyukák esetében, amikor a gyerekek elmennek. Akár az első óvodai nap is ekkora problémákat tud okozni egy anyukába. Főleg akkor, hogyha a gyerek simán lazán besétál az óvodába,
és nem okoz problémát, és már azt gondolja, hogy oké, okay, megnyugodott, de 2 nap múlva cirkusz és hisztéria követi az óvodai látogatást. Milyen mélyen tudjuk megélni azt, hogy már nem tudom a keblemre ölelni? Valójában miért ragaszkodom én ilyen mélyen valakihez? Mit remélek, hogy mit kapok ettől a szemétől? Hát biztonságot. Vagy esetleg szerethetőnek érzem magam? Visszajelzést kapok. Ha elgondolkodnánk azon, hogy ennek a szeretet oda-vissza adásának, vagy kapásának a hiányossága, az milyen mélyen gyökerezik, és ha megnézzük ezt a fotót és ezeket az emlő fotókat, azt gondolom, hogy minden hölgytársamat most egy pillanatra szeretnék elgondolkodtatni. Hogy vajon azért szeretem, vagy azért kötődöm ilyen mélyen, mert el tud engem fogadni? Mert úgy szeret, ahogy vagyok? És ha ez így van, akkor miért van szükségem ezt kívülről megkapni? És én szeretem-e magam úgy, ahogyan vagyok? Vagy minden egyes elválasztódás után magamban keresem a hibát, azért hagyott el, mert. És akkor jön, hogy túl kicsik a melleim, túl nagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, és a variációkat mindenki ismeri. Az önértékelés minden formája bejön. A partnerem, a gyermekem levált a keblemről. Ez egy kiegyensúlyozatlanságot feltételez. Mert természetes, hogy nélkülem is boldogul. Ennek kéne örülni. Nincs szüksége rám a gyerekemnek 19-20 évesen. Tud főzni, mosni, takarítani. Ellátja magát, gondoskodik magáról, saját pénzügyei vannak, éli az életét. Miért kellene folyamatosan tudnom, hogy ő mit csinál, hol van, és egyebek? Vajon én szeretném, hogyha ez történne velem? Ez nagyon jó befejező gondolat. Ezen mindenkinek el kell gondolkodni, és főleg azon, hogy megéri-e bárkinek is, hogy az emlőmirigyén ilyen elválasztást, ilyen biológiai programot futtassa. Túl sokat beszéltünk az emberekről. Nézzük meg az állatvilágban. Vannak-e elválasztási konfliktusok kereszt? Természetes, hogy az állatvilágban vannak, és az állatvilágban ezek a halállal egyenértékű konfliktusok. És az, hogy ezt meg lehessen oldani, ehhez az anyatermészet nagyon-nagyon jól kitalálta a dolgot. Tehát ameddig a kisbirka itt van a mamánál, addig ő természetesen, hogy jól érzi magát, biztonságban érzi magát, és egyszer csak gondol egy nagyot, és elmegy felfedezni a világot. Csak hogy tegyük fel, amíg ő elkóborolt, éppen a csordát megtámadta valamilyen vadállat, és menekülésre vette a csapat az irányt. Na most, ha elgondolkodunk azon, hogy ez a birka mama mit fog csinálni, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy elindul és megkeresi a kicsi birkáját. Hát kérem szépen, amiről eddig beszéltem, az pontosan ebben akadályozza meg. Mert hiszen érzéketlenség lép fel azon a területen, ahol kapcsolatban van a kisbirkával. És emlékezet kiesése lesz ebben a pillanatban, el is felejti, hogy van kisbirkája, és menekül a csapattal. Miért? Mert ha ő is a birka után megy, a kisbirkája, a kisbárány után, mind a ketten áldozatul esnek. Ha elmenekül a csapattal, a következő szezonban megint lehet neki kisbirkája. Természetesen a kisbirka is megéli az elválasztási konfliktust, de tegyük fel, hogy megúszta a történetet, elbújt, nem találták meg, túlélte, és visszafut a mamához. Egy ideig a mama zavart lesz, mert az emlékezet kiesés miatt nem ismeri fel a kisbirkáját. És időnek kell eltelnie, míg újra rájön arra, hogy megkerült az ő elveszett kisbirkája. Az elválasztási konfliktust a tehenek a tőgyüknek a kivezető csatornáján élik meg, a tej kivezető csatornán, pont úgy, mint a hölgyek.
Csak hogy amikor a megoldási szakaszhoz érnek, akkor a negyedes gyulladás következik be náluk, és érdekes módon a teheneknél a négy tejkivezető csőnek egyikét se vágják le, hanem gyulladás csökkentő kezelésnek vetik alá, mármint hogy káposztalevéllel, vizes borogatással kezelik a gyulladást, majd elkezdik a gyógyuló hát tőgyön keresztül a tejet kifejni, és onnantól kezdve a folyamat bezárul. Tehát nem kap kemót, nem kap sugarat, és nem műtik meg a teheneket, amikor negyedes gyulladásuk van a borjak elvesztése miatt. Ez a történet addig volt igaz, ameddig a tehenek istállóban a gazdánál voltak, és a gazda elvitte néhány hétre, hónapra a kisborjat, hogy neki is jusson elég teje, meg a borjúnak is. Mert ugye az elválasztási konfliktussal tágulnak a tejkivezető csövek, és egyre több tejet ad a tehén. Na most a megoldáskor ez az egész történet lezajlott, és a gazda tudta jól, hogy ilyenkor mit kell csinálni. A mai állatoknak nincsen jó dolguk, azokon az állatfarmokon, amelyek hát elképesztő körülmények között tartják ezeket a szerencsétlen állatokat, ezek a bocimamák soha többet nem látják a kisborjakat, amelyektől elválasztottak. Tehát nem fogják megélni a negyedes gyulladást. De ne feledjük, hogy az emlékezetkiesés, az absence itt is a túlélést és a faj fenntartását biztosítja, mert ha ez nem történne meg, akkor valószínű, hogy a jó mama is utána futna a kisbirkájának. A másik módja annak, ahogyan mi az elválasztást megérjük, az a csonthártya program. Ilyenkor az ősszájnyálkahártya séma lép működésbe, mert a legősibb nyálkahártyánk az a csonthártya. És a legdurvább, a legocsmányabb elválasztási konfliktus az nem áll meg a bőr felszínén, azon is keresztül még természetesen, hanem érinti a csontokat, és konfliktus aktív szakaszban fájdalmat okoz a csontokon. A megoldásban eltűnik a fájdalom, érzékcsökkenés, zsibbadás fog fellépni, az epileptoid krízisben ismét fájdalom lesz, még erősebben, mint volt a konfliktus aktív szakaszban, majd megint jön az érzéscsökkenés, vagy zsibbadás érzése. Most, ha a csonthártya fantom fájdalmát megnézzük, ugye, akkor láthatjuk, hogy itt is egy ektodermális külső csiralemezből származó programról van szó, csak hogy ez ősszájnyálkahártya séma szerint működik. És a brutális elválasztási konfliktus tehát az lesz az, ami a csonthártyán fog megnyilvánulni. Ez a másoknak okozott fájdalom miatt, vagy a legmélyebben megélt elválasztási konfliktus miatt tud ilyen mély fájdalom kialakulni. A reumás fájdalom, ugye, az, ami a széterjedő, szúró, égő fájdalom a csonthártya felszínén, és természetesen, hogy ez alatt a felhám program is folyik, de ott még neurodermitis lesz, vagyis hűvös lesz a bőr, és zsibbat lesz a bőrfelszín, tehát érzéketlen. Az ilyen betegeknek fázik a lába, hidegnek érzi, és azt mondja, hogy belül pedig ezer hangya mászik rajta. A megoldás után, a konfliktus megoldása után az érzéscsökkenés a csonthártyában fellép, és hűvös lesz a csont érzése, tehát mély hideget fog érezni a végtagban a beteg, viszont fokozott érzékenység lesz a bőrben, és a bőr meg kimelegszik. Az epileptoid krízisben természetesen fordított a helyzet, vagyis ugyanaz, mint a konfliktus aktív szakaszban, ezeket a színekkel is megpróbáltam érzékeltetni, és nyilván a megoldás második szakaszában megint jön a csonthártyában az érzés csökkenés és a fokozott érzékenység a bőrben. Na most ugye ezt az elválasztódást, ha még
egyedül is éljük meg. Akkor vizet gyűjtünk be ott, ahol éppen a program folyik, ez a tüneteket erősíti, és hogyha még önleértékelési programunk is van, akkor a csontépítés belülről feszíti a csonthártyát, és kialakul a krónikus fájdalomszindróma. Tehát kérdés, hogy milyen erősen éljük meg az elválasztási konfliktust, mennyire éljük ezt meg magányosan, és megélünk-e ezzel együtt egy nagyon súlyos önleértékelést is. Ez fogja eldönteni, hogy milyen lesz a fájdalom ez alatt az idő alatt. Természetesen tudjuk, hogy a MyStudenten Mayhem hallgatásával ez az egész program rövidre zárható. Mint mondtam, az elválasztást megélhetjük a szemünkkel is. Ez a vizuális elválasztási konfliktus, az eltűnt a szemem elől, a szeretett unoka, eltűnt a szemem elől a szeretett háziállatom, bármi, ami élőlényre vonatkozik, elindítja a szem bizonyos részein a sejtszintű sorvasztást, mert itt is ektodermáról van szó. A rövid ideig tartó vizuális elválasztási konfliktus nyilván a kötőhártyát érinti, és láthatjuk, hogy csak a baloldali kötőhártya gyulladása indult be, tehát ha itt egy balkezes emberről van szó, akkor partner oldali vizuális elválasztási konfliktusról van szó. De hogyha jobbkezesről van szó, akkor az anyjára vagy gyermekére vonatkozó vizuális elválasztási konfliktust élte meg, konfliktus aktív szakaszban, és amikor jön a kötőhártya gyulladás, az már a megoldást jelenti. Ugyanez a történet, ha erősebben éljük meg és hosszabb ideig tart, akkor érinteni fogja a korneát, vagyis a szaruhártyát, aminek a következménye majd, ha mindig oda-vissza történik, eltűnt, visszajött, kialakul az asztigmatizmus. A szemlencsének a bontása, majd visszaépítése létrehozza az úgynevezett szürke hályogot, vagyis elvész a szemlencse átlátszósága, a lebontás és visszaépítés következtében, de a legdurvábban megért vizuális elválasztási konfliktus az itt hátul a retinának a sorvadását fogja beindítani, és ez lesz az úgynevezett makula degeneráció. Majd a megoldási szakaszban, amikor ugye víz gyülemlik a retina mögé, megtörténhet a retinának a leválasztódása is. A lényeg természetesen az lenne, ha a vizuális elválasztási konfliktust megoldanák. Na most itt kihasználhatjuk azt, hogy az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió közt. Tehát az a szeretett unoka, gyermek, háziállat, aki eltűnt a szemem elől, vagy ritkábban láttam, mint eddig láttam, tegyük ki a fényképét. A nappaliba, a konyhába, a hálóba és mindenhová, és akkor, mivel valóság, álom, illúzió az agyunk számára ugyanaz, ezt a programot nem fogjuk tudni elindítani, illetve ha elindítottuk, segítjük a teljes gyógyulását. De azt is meg szoktuk élni, hogy nem akarom látni. Na most, ha nem akarom látni valakit, vagy valamilyen történetet, ugye, akkor az érhártya pigment sejtjeit fogja ez érinteni, és ez lesz az úgynevezett érhártya melanóma. Ha a fülünkkel is tudunk elválasztási konfliktust megélni, ugye, főleg itt ugye ez arra vonatkozik, ezt így szoktuk kifejezni, hogy akkor többet erről nem beszélünk, vagy hallani sem. Ez hallatlan. Hallani sem akarok. Hallani sem akarok róla, kész. Szóval erről többet nem beszéljünk. Na most ez nem azt jelenti, hogy ezzel lezártuk a konfliktust természetesen, csak éppenséggel beindítottam egy olyan programot a belső fülbe, hogy ne halljam azt a bizonyos frekvenciát, azt a hangszint, amit éppenséggel nem akarok hallani. Mert ha nem akarok látni, becsukom a szemem. Ha nem akarok hallani, akkor a hallás érzetet kell csökkentenem, és ezt a belső füllel tudom megtenni. Na most a fülcsengés konfliktus aktív szakaszban már
figyelmeztet minket, hogy hello gazdi, beindítottál egy programot, jó lenne leállítani. És ha cseng a fülünk, akkor gondolkodjunk már el azon, hogy melyek azok a dolgok, amiket nem szívesen hallunk, vagy meg se akarunk hallani. Mert minél hamarabb rendbe kéne ezt tenni, hogy ne lépjen fel egy hosszú távú halláskárosodás. Hát én úgy gondolom, hogy mindent, ami az elválasztási konfliktusok kapcsolatos, az sikerült összegyűjtenünk, és remélem ez a webkonferencia előadás is alapot adott mindenkinek a megértéshez. Rájöhettünk arra, hogy nem azoktól a tényezőktől függ valakinek a betegsége, amelyekről beszélnek a rendelőben, nem a fizikai aktivitástól, nem a dohányzástól, nem a családi állapottól, nem kérem szépen, minden attól függ, hogy hány érzelmi megrázkódtatást indítok el, és ezeket megoldom, vagy nem oldom meg. Lehet halmozni is a konfliktusokat, és akkor a konstellált állapotoknak megfelelően a személyiségünk, a hangulatunk is változni fog. Az fel nem oldott lelki konfliktusoknak, érzelmi megrázkódtatásoknak, félelmeknek a feloldásával, érzelmi megoldásával gyakorlatilag az okokat fogjuk megoldani, és nem a következményeket kezeljük egy életen át. Az elválasztási konfliktusnak a megoldásával feleslegessé válik mondjuk az antivakarin nevű kenőcs. Mert az elakadt program ugye folyamatos viszketegséget jelent, tehát ha valakinek visszatérő viszketegsége van, ez csak azt jelenti, hogy még mindig nincs megoldva az elválasztási konfliktus, és ugye a megoldási szakaszban érzi a viszketést. Azért tudomány, a germán gyógytudomány, kérem, mert reprodukálható, ez mindenkinél így történik, nem csak az embereknél, még az állatoknál is így történik, összehasonlítható, előrejelezhető. És nem félnünk kell a jövőtől, hogy ja Istenem, mi történik még, hanem boldogan gondolhatunk arra, ha megoldottuk a konfliktust, hogy semmi más dolgunk nincs, csak kivárni, hogy a biológiánk befejezze a gyógyulásunkat. Nincs olyan, hogy egyesek ezt elkapják, mások ezt nem kapják el. Mindenkinek a saját megélése az egyetlen valóság, amit erre már kitértem, és nem statisztikai feldolgozások fogják eldönteni, hogy mennyi az esélye annak, hogy én ezt vagy azt vagy amazt kapok. Nem is a genetikai térképemnek köszönhetem a betegségeimet, mert ha benne is van a genetikában a betegség lehetősége, azt akkor is én aktiválom, és nem a szomszéd. Nem kell állatkísérleteket végezni. Végre békén hagyhatnánk az állatokat, csupán az embriológiára kéne figyelni, meg az öt biológiai természettörvényre. Ez egy egészen egyszerű, logikus, mindenki által megérthető, megtanulható tudomány. Persze nem árt ezt szinten tartani, mert ha valaki 8 éve volt egy tanfolyamon, és azóta nem foglalkozott ezzel, hát bizza a rendelőbe meg fogják tudni ijeszteni. És ha nem oldjuk meg érzelmileg a DHS-t, akkor szenvedhetünk tovább tudományosan.